Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Árpád Televízió nézőit, és külön szeretettel és tisztelettel köszöntöm az itt megjelent hallgatóságot. És a mai előadásunk címe Attila a bölcs király, melynek előadását Bíró József fogja tartani. Mielőtt átadnám a szót, meg kell emlékeznünk olyan eseményről, amely a mi szervezetünket érintette. Ez pedig nem más, mint az alelnökünknek a halála. Mai napon dr. Csebe László meghalt, és annyit tudunk róla pillanatilag, hogy holnap lesz a hatósági dolgoknak a rendezése. Azt kérném mindenkitől, aki a temetéssel kapcsolatosan részt kíván venni majd a temetésen, azok a telefonszámokat, illetve az elérhetőséget, legyenek olyan kedvesek egy tüzetfalra, vagy bármire, mire letenni, hogyha megkapom az értesítést, hogy mikor lesz a temetés, hogy ki tudjam értesíteni azokat az embereket, akik részt kívánnak venni a temetésen. Nagyon szomorú tényleg ilyenről számomra. Meglepett engem is, mert nem tudtam miért, nem tudom elérni, hogy rendszeresen telefon kapcsolatban voltunk, mert mégis csak a helyettesen. Ezzel én átadnám a szót Bíró József úrnak, tartsa meg az előadását, de mielőtt átadnám a szót, szeretném önöknek fölhívni a figyelmüket arra, hogy a Bíró József munkái közül itt megkapható a Tabér Magyarok, a Sumérok tanítómesterei című könyvet meg lehet kapni, Körösi Csoma Sándor és a Tabérok című könyvet, a Tabér Magyarok őstörténete című könyvet. Hátul ott a más asztalnál, de a könyvek mind megkaphatók. Átadom a pont, Bíró József úrnak, tartsa meg a előadását. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, ismét megköszönöm az elnökségnek, megkérdezni az előadásra, és kérem tudani az előzőben az köszönöm szépen, éppen ezért akkor átvettem pillanatilag a szót, és azt kérem önök, egy perces néma felállással adózunk Csebe doktornak emlékére. Köszönöm szépen. Nagyon megörültem, amikor Svédi az elnök úr arra kért, hogy a Attila előadásokat ismételjen meg, amit már a Széchenyi nagyteremben Zsupolt ház előtt is mondtam el. Sajnálom, hogy nem vagyunk annyian, de hát a körülmények is mások. Mindjárt rá is tér az előadásra, amelynek a címe Attila a bölcs király. Attila a hunok királya, a magyar múlt legkiemelkedőbb történelmi alakja. Tőle származik Árpád, bombiszaforgoló nagyfejedelmű is. A hunok is őseink, rokonai, de 150 évig valótlan, finomról eredett elméletet képettek a népünknek, az elnyomóink, meghamisítva, elhallgatva a történelmi igazságot. Ezért adózunk tisztelettel azoknak a tudósoknak, akik a valós
történelmünket kutatják, bizonyítják és tanítják. Bátran hangoztatják, hogy újra kell értékelnünk a magyar őstörténelmet. Például dr. Bakai Kornél és dr. Kiszad István egyetemen is tanítják és hirdetik a hun-magyar azonosságot. 2004 nyarán a Magyarok Világszövetsége egyhetes nagyszabású kongresszusára a világ minden tájáról az összesereglő tudósok nyilvánították véleményüket számos tudomány terület eredményeiről, történészek, nyelvészek, genetikusok, orvosok, néprajzkutatók. Például dr. Aradi Éva indológus és dr. Sahi indiai professzor a hunokról megállapítják, hogy a Saka Skita népcsoportból származnak. Dr. Béres Judit genológus kijelenti, hogy kutató csoportja semmi genetikai rokonságot sem tud megállapítani a finn és magyar népetnikon között. Még 1993 tavaszán írtam egy újságcikket az egyik amerikai magyar lapban, amely Magyarországon is megjelent, a finnovolizmus bukásának előjelei címe. Akkor még nem gondoltam, hogy ez a téma mára már időszerűvé válik, és a hazai történészek, kutatók is nyíltan vallják, hogy a finnugor történelem szemlélet napjai leállt. A Magyar Tudományos Akadémia is sejti már, hogy szükséges a magyar őstörténelem újraértékelése és lépésről lépésre hátra. 2003. november 25-ével meghívást kaptam egy akadémiai előadásra, ahol már dr. Harmatta János nyelvész professzor, a rendező bejelentette, hogy a honfoglalás idején Árpád vezérlő fejedelemnek 20 000 főnyi lovassága volt, és a besenyőknek legfeljebb 5 000 fő. Így szó sem lehet arról, hogy a besenyők bekergették volna a magyarokat a Kárpát-medencébe. Azt is bejelentette, hogy szerinte a magyarok már az időszámításunk előtti 6. században megjelennek a történelemben Gyűrta néve. Nos, ez már nagy eltérés a finnugorista történelem szemlélettől, mert eddig azt állították, hogy a magyarok Ázsiából menekült nomád, barbár népség és az időszámításunk utáni 9. századi történelmük se volt. Dr. Róna Tas András, finnugorista történész pedig bejelentette ugyanezen a előadáson, hogy genetikai vizsgálatok alapján esetleg 10% genetikai kapcsolat van a finnek és a magyarok között. Eddig 100%-ot hirdettem. Dr. Béres Judit kutató csoportja semmi genetikai kapcsolatot nem tud felmutatni a finnek és a magyarok között. Róna Tas András 2004. márciusában a Minden Tudás Egyetemi TV műsorában azt mondta, hogy Attila hunjai nem veszíthették el a katalóniai csatát, mert a következő évben már Róma falai előtt álltak Attila hadai. A finnugoristák eddig vesztesnek könyvelték el a hunokat, sőt még a hun-magyar rokonságot is tagadták. Ezen az előadáson azt is bejelentette, hogy a magyarok ősei időszámításunk kezdete táján 2000 évvel ezelőtt már nem csak nomádok voltak, hanem az erdőszéleken földműléssel is foglalkoztak. A szabír magyarok őstörténete és a szabír magyarok a Szumirok Tanítóan Mesterei című könyveimben bizonyítom a magyarság őskutyát még az időszámításunk előtti 10. év ezred végétől Mezopotámiából, a felső és alsó Zab folyó völgyéből,
és a szabír magyarokra építem fel a szabír hunodor elemet elméleteket. Hangsúlyozom, hogy a hunok földművelő, állattenyésztő nép volt. Van egy Jós Ferenc professzor Kátától Istergámi című könyvéből idézett. Munkatársam dr. Novotny Elmér felvette a kapcsolatot az orosz nyelvtudományi kutatók egyik legkiválóbbjával, Gyakonov professzorral, és az ide vonatkozó adatokat az ő leveléből közölte. Tolstoy akadémikus vezetése alatt egy orosz régészeti expedíció 10 éven át ásatásokat végzett Belső-Ázsiában, a régi Kórezem területén fekvő homoksivatagokban. Tolstoy könyvében beszámol a meglepő eredményekről. A szumér nyelv és a szumér nyelv hangtörténet ismeretében megállapíthatom, hogy a Tolstoy expedíció nem csak a könyvében említett szuverán, vagyis szabér népet, hanem az ősi szumér népet is megtalálta, ez mindig idézett gyakran a professzortól. Tehát tulajdonképpen a szavar, magyaros kiejtésre szabér és szumér emlékeket fedezett fel, szukor, szavar, egyenlő szumér szerintem idézőjel bezárom. Ezzel kapcsolatban egy újabb idézetet olvasok fel, ezúttal a Novotny Elemér szumér nyelv, magyar nyelv című könyvének 52. oldaláról. A kiváló szovjet-orosz kutató Szergej Pavlovics Tolstoy 10 éves régészeti expedíciója során a világ bámulatára az ősi kumaarizma, Kórezem a mai Nyugat-Turkesztán, novádok lakta területén magas kultúrát és öntözéses csatorna rendszereket fedezett fel. Szerinte az időszámításunk előtti 13. században délről és nyugatról nyilván az asszírok nyomására szavar kurita népesség érkezett a Szent Kangra, Kiengi, illetve Kuma-Arkizma területére. A szumérok jelenlétét itt igazolják a korabeli nép és királynevek, valamint a földrajzi és országnevek. Erre a jelentős körülményre Tolstoy akadémikusnak levél útján hívta fel a figyelmét 1967-ben. Tolstoy is ezt a népességet kettős eredetűnek nevezi, a szavarokból váltak ki később a hunok, mint a nép jelentős népcsoportja, idézett bezárt. A hivatalos magyar történetírás a hunokat nem tekintette a magyar múlt részének az elmúlt másfél évszázadban, sem az osztrák elnyomatás alatt, még az 1867-es kiegyezés után sem, de a szovjet megszállás idején sem. Attilát és hunjait megvégezték, főleg görög-római és a későbbi nyugati történetíró munkái alapján barbár vérengző, kegyetlen nomád rabló voltának nevezték, és a magyarországi finugorista történészek ezt hangoztatták, hogy nem jó nekünk a hun rokonsággal dicsekedni. Pedig a hun-magyar rokonság fogalma a népképében, regényben és mondáinkban máig is él. A hun-magyar rokonság mellettet hitett Kőrösi Csaba Sándor, a legnagyobb magyar kutató és nyelvész, kortársai és követői Katona István, Fejér György, Kállai Ferenc, Jelmű János, Horváth István, stb. Még a 19. század íróink, költőink, Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór, Vörös Marti Mihály, Gátonya Géza, és a többi is tudták, hogy közös őstől származunk. Tisztázzuk végre a kérdést, hogy jó-e hát a magyaroknak Attila és a hunok rokonságával dicsekednünk,